Erős kezdést tapasztaltak az ingatlan piacon 2018-ban. A vásárlókat részben segítette a családi otthonteremtési kedvezmény, vagyis a CSOK, de élénkítően hatott a piacra az is, hogy a projekt tervezők 2019. december 31-éig kötelesek visszafizetni 5% áfát. Normál és ezt megelőző időszakban, ugye, és általában Magyarországon ma 27%-os áfa a jellemző. Itt, ha valaki lakásépítőként piacra épít lakásokat, ez azt jelenti, hogy a vételár szempontjából ma egy számlán az 5%-os áfa szerepel. Igaz, hogy a rossz nyelvek azt mondják, hogy ilyenkor azt a megtakarítást, azt a 20%-ot, azt a tüzép, vagy hát most az építőanyagkereskedők, a kivitelezők, mindenki akar ebből részesülni, ha az állam segíti ezt az egészet. Ettől függetlenül nyilván mértékadó hányada azért ott marad a lakásvásárlóknál, úgyhogy az árak elvileg kedvezőbbek, jóval kedvezőbbek, tehát 20%-os nagyságrenddel, ha úgy tetszik, az 5%-os áfa világában olcsóbban lehet lakást vásárolni, mintha ez nem lenne, vagy ha ez véget érne. A 2010 utáni válsághelyzet hatással volt a tervezőkre és kivitelezőkre egyaránt, így a munkaerőhiány az építőiparban is érezhetővé vált. Többen külföldön folytatták karrierjüket, illetve voltak, akik otthagyták szakmájukat. Így hatványozott igénybevétel jelent meg minden érintett területen. Nyilván feljövőbe és erősödőbe van itt a tervezés és a kivitelezés világa is, de azért nagyon sokan vannak külföldön, és a szakma krémje, legyünk őszinték, nem az itteni gazdasági életünket erősíti ebből a szempontból, tehát nagy elszívó hatása volt, bár most már valamiféle visszarendeződések is elindultak az optimistábbak szerint, ettől függetlenül a kapacitások, a megnövekedett feladatokra elégtelenek tervezésbe, kivitelezésbe, és a megrendelőknek többet kell várni, türelmesebben kell, ha jobb szakembert, megbízhatóbb referenciájú tervezőt, kivitelezőt akar találni, várnia kell hónapokat, fél évet. Jelenleg a piacon az ingatlanok felét egyedi vagy családi házak teszik ki, másik felét pedig társas házak. Ezek közül a kereslet oldalán utóbbiaknál mutatkozik növekedő tendencia.